Úgy tartják, hogy a káromkodás, a trágárság egyidős az emberiség történetével. Mégis a magyar káromkodás, a magyar trágár beszéd az egyik legválasztékosabb és legegyedibb a világon. Anyanyelvünk ahányféleképpen tudja kifejezésre juttatni gondolatainkat, hogy a szitkozódásban is tud a magyar ember keményen és cifrán szólni, ha akar. Ebben a videóban most megismerhetitek a magyar káromkodás, trágár beszéd történetét. A káromkodást gyakorlatilag a világon egészen a 19. század közepéig szigorúan büntették. Az az ember, akit Isten káromláson kaptak, ugyanolyan bűnös volt, mint egy tolvaj vagy egy rablógyilkos. Ebben az esetben nem csak az egyház üldözte ezeket az embereket, de mellette az állam által megszervezett közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek és azok vezetői, az alispánok és a szolgabírók feladata volt, hogy egyáltalán ezek a káromkodó emberek megkapják a törvényben foglalt büntetésüket. Ilyen esetben enyhe büntetésnek számított, ha az illetőnek kivágták a nyelvét, rosszabb esetben halálbüntetést érdemelt, ha egyáltalán kimondja a franc szót. Fontos kihangsúlyozni, hogy valamennyi szakirodalom, amelyik a témát érinti, megkülönbözteti a káromkodást és a szitkozódást. A káromkodás állandósult szókapcsolatnak minősül, azonban vannak olyan változatai, amit a nyelvhasználó improvizatív, kreatív alkotásaként értelmezünk, aféle nyelvalakító kreálmányként. A káromkodások olyanok, mint a szólások, viszont általában hirtelen felindulásból mondják, funkciója szerint szerepe hasonlít a nyelvben az indulatszavakéhoz. Más értelmezés szerint nyelvi agresszióként is felfogható, azonban annyi bizonyos, hogy aki káromkodik, az durva kijelentést tesz a másik ember nemzetségére, Isten és a szentek neveit kiáltja, jellemzően sértő, durva alakban. A magyar néprajzi lexikon egy másik kategóriába sorolja a szitkozódást. Szitokként, esküként és átokként említi annak elemeit. A szitok volt, amikor a másiknak rosszat kívánunk, mintha a szavainknak mágikus tulajdonságot adnánk, jellemzően az ördöggel vagy a fenével való fenyegetőzés szokta kísérni. Amikor valaki átkozza a másikat, a néphiedelemben azért tartottak tőle, mert azt visszavonhatatlannak tartották, és amit kívántak a másiknak, az előbb-utóbb a néphagyomány szerint teljesült is. Esküdözni a nők szoktak, amivel fenyegették és riogatták a rossz akaróikat. A kitagadás az átok durvább változata volt, ugyanis ez egy közösségből való végérvényes kizárást jelentett. Ez lehetett egy családból való kitagadás, de lehetett akár egy konkrét földrajzi helyről való elűzés is. Habár a szakirodalmak igyekeznek különbséget tenni káromkodás, trágárság és szitkozódás között, a köznyelv mégis egymás rokonértelmű megfelelőiként alkalmazza őket. A nyelvészek között sincs konszenzus, hogy a meghatározások között mik a legfőbb különbségek. Legtöbbször még a fogalom használat sem következetes. Lechner Zsuzsa szerint 5 csoportra lehet osztani a magyar káromkodást. Vannak a származásgyalázások, amikor a sértett féltől megtagadják az emberi vagy Istentől való származást. Ilyenkor nevezik az illetőt ördögattának, ebattának, feneteremtettének, és még sorolhatnánk. Vannak a gyalázkodások, amikor a sértett felett becsmérlik és az erkölcsi értékeit gyalázzák, de szerencsétlen, meg hasonlók. Szitkok és átkok, amiket konkrétan az adott személyre olvasnak és általában fogyatékossággal és halállal kapcsolatosak, azok mondjuk már kicsikét durvábbak, ilyen például az, hogy valakinek folynak ki inkább a szeme, a vetési varjú cimbolmozzon a beleivel a háztetőn, és még lehetne sorolni. Vannak a míveltetések, amikor a nemi életre vonatkozóan kifejezéseket sorakoztatnak fel, ezek már nyilván a durvább kifejezéseink. Vannak az indulatszói szerepű szitokszók, amik sokszor tagolatlanok és nagyon rövidek. Az első ismert magyar gyalázkodást vagy szitkozódást a 10. századra tehetjük. Kézai Simon jegyezte le, hogy Lélt és Bulcsút 955-ben elfogták Regensburgban, és a német-római császár előtt nekiálltak jóhangosan káromkodni. Hogy pontosan mit mondhattak, azt már nem tudjuk meg. De azt már nyelvészek bizonyították, hogy a legrégebbi trágár szavunk a baszni, ami a honfoglalás előtti időkből származik, ótörök, türk eredetű. Eredetileg azt jelentette, hogy nyomni, tolni. A kifejezés így szépen átragadt könnyedén a közösülés kicsikét modortalanabb, durvább megnevezésére. Így mellette megjelent a hasonlóan durva és ugyanazt jelentő fékni kifejezésünk, ami a német ficken szóból származik. A bestia latin eredetű, a kurva szláv, mindkét esetben parázna emberre utal, utóbbi, főleg csak nőre.
Ha a férfit akartak megsérteni, akkor kurva nő fiának vagy kurva fiának nevezték. A picsa megint csak délszláv vagy nyugati szláv kifejezés, a szarszavunknak közös ősnyelvi nyelvcsaládi gyökerei vannak, egyes nyelvészi feltételezések szerint finnugor eredetű, már a 11. század óta használt kifejezésünk ráadásul. A fasz és a valak szavunk ismeretlen eredetű, utóbbit főleg nők esetében használták. Az első lejegyzett magyar szitkozódást 1479-ben írták le a Dubnici krónikában, amit egy ismeretlen szerző gyűjtött össze több régebbi fennmaradt írással egyetemben, és azokat a saját koráig igyekezte kiegészíteni. Az említett írás, ami nekünk most fontos, feltehetőleg 1370 körül íródott eredetileg. A mű tartalma szerint első Lajos magyar király 1355-ben segélyhadat küldött II. Albert Habsburg hercegnek és luxemburgi IV. Károly német-római császárnak, hogy győzelmet arathassanak a svábföldi németek felett Zürichnél. A harcot a kor szépirodalmi szellemében fogalmazta meg a szerző, aki magyar harcosok szitkozódását a latin szövegben magyarul írta le. Veszteg, kurva nő fia szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket. A káromkodást a magyar királyság területén egyébként szigorúan büntették. A krónikába lejegyzett szitkozódást ezért vakmerő dolog volt nem csak leírni, hanem át is másolni. Hát még irodalmi művekben szép számban megfogalmazni. 1405-ből maradt ránk a Schlegel szójegyzék, amiben hasznosnak vélt magyar szavakat, kifejezéseket rögzítettek. Köztük több is, inkább a vulgáris megfelelője magyar nyelven. 1425-ben járt Pozsonyban Oswald von Wolkenstein költő, aki verseiben összefoglalta itteni élményeit. Egy lányt akart elcsábítani egy légyotra, azonban a dolog nem esett meg, mert négy magyar támadt rá. A költő fonetikusan lejegyezte azt, ami káromlást a magyarok a szájukból rázúdítottak. Figd e banyádat! A fik németül a közösülés cselekvésére utaló ige, tehát a magyarok finoman szóval megmondták Wolkensteinnek, hogy a lány helyett kit környékezzen meg. Johannes von Grafing bencés szerzetes 1495 és 1517 között szintén lejegyzett két magyar káromkodást a Müncheni emlékcímű írásában. A szakirodalmak külön kiemelik, hogy van benne egy oldal, ami csak magyarul van írva. Ezt a fajta szerkesztést nevezik nyelvmesternek, vagyis összegyűjtenek olyan szavakat a könyvek szerzői, amiket egy adott országban, egy adott népnél használhatnak és a saját anyanyelvük, vagy a latin nyelv hangjainak megfelelően fonetikusan írnak le a latin ABC betűivel. Hasonlót jegyzett le Rotenburgi János is 1420 és 1422 között, amikor Budán tartózkodott, csak szegény, amilyen magyar kifejezéseket kigyűjtött, azoknak egy része olyan vulgáris volt, hogy aki az ő nyelvmesterét és szójegyzékét használta, az valószínűleg pórul járt. Első Mátyás uralkodása alatt egy itáliai szerző jegyezte le az Ábel-féle szójegyzékben megint csak azokat a magyar kifejezéseket, amiket hasznosnak talált. Köztük megint csak találunk jó néhány vulgáris kifejezést. Murmelius 1533-ban írt latin-magyar szójegyzékében megint egy rakat magyar trágársággal találkozhatunk. Ami különösen érdekes, hogy trágár kifejezésekkel elsősorban nem káromkodásokból, szitkozódásokból tudhatunk, hanem olyan oklevelekből, amikben személy és helységneveket adtak meg. Ilyen például Segges János, Vasseggű Péter, Segges György, Polconszaró György vagy Lágyfaszú László neve. Helységneveknél előfordult a Segges Mocsár és a Szaros Hegy megnevezés is. Azt azért tegyük hozzá, hogy Janus Pannonius se kellett félteni erotikus versei miatt. Műveinek nagy része viszont latinul volt megírva, így csak az írástudók tudhatták, hogy miféle paráznosságokat rejtenek művei. Ma már ezeket nyugodtan olvashatjuk, magyar nyelven is. Nagyon valószínűnek találják, hogy az 1493-ból származó kanizsai uradalom urbáriumában tudatos névválasztás állhat az egyik falu esetében, amit úgy hívtak Anyád Valaga. Kanizsai Imre vélhetően politikai ellenfelére és nőrokonára, Kanizsai Dorottyára utalva nevezhette el így a falut, pusztán rossz tréfából vagy bosszúságból. Még a 16.-18. századból is vannak adataink arra vonatkozóan,
hogy a trágár szavakat használóknak pénzbírságot szabtak ki, illetve nyelvkivágással, fejvesztéssel büntették a visszaesőket. Ha valaki például bosszúságból kurtizánnak nevezett egy nőt a lehető leguniverzálisabb módon, hogy még a szláv nyelvek is megértették, akkor még a városból is kitiltották az illetőt. Ugyanakkor nem szabad elmennünk amellett, hogy a magyar káromkodások, szitkozódások jellemzően nem káromló perek során kerültek lejegyzésre főleg, hanem hatalmaskodás esetében. Vagyis amikor valaki ráerőlteti az akaratát úgy a másikra, hogy arra neki nincs törvényileg semmi joga, vagy amit eddig kapott hatalmat azzal csúnyán visszaél és a céljai elérése érdekében áldozatait jellemzően fenyegetni kezdi, szitokszavakkal illeti. A hatalmaskodási perek alkalmával keltezett okleveleken főleg csupán a hatalmaskodás tényét írják le, hogy például ki, mikor, hogyan használt jogtalanul földterületeket, saját célra szerett adót, vagy fosztott ki embereket, stb. Míg a káromkodás csupán terhelő tényezőként leír dolog, de jó részüket nem részletezték. Ugyanakkor azt, hogy hogyan tettek megjegyzést a másik származására, nemzetségére, családtagjaira a per során, na abból akad bőven, azonban ha ebbe most belekezzenék, hetekig beszélhetnénk róla. A lényeg, hogy ilyen szitkokat főleg nemesek engedhettek meg maguknak, és a szidalmakat főleg velük egyenrangú nemes társaik felé, vagy a feudális társadalomban alárendeltebb szerepet kapó emberek felé szórták. A 16.-17. században a trágárság a reformáció hatására megjelentek a magyar hitvitákban is. Alvinczi Péter kassai lelkész többször támadta Pázmány Péter esztergomi érseket, aki válaszul minden protestánst ördögistának tartott, továbbá kijelentette prédikációs szövegében, hogy a protestánsoknak pedig a seggem bűzös terhét küldöm. 1734-ben egy magyarországi boszorkányperből maradt ránk ez a részlet. Azt is vallja, hogy ezen nyomorúságai előtt cirka 3 esztendőkkel fenyegette meg égetőni a patenst, hogy a tyúkjai a kertben jártanak ezen szókkal. Varj kutya picsájából esett, mert megsiratod ezt. A boszorkányperek esetében azért is érdekes, hogy megvannak ezek a lejegyzett szitkozódások, mert legtöbbjük valamilyen betegség nevéből ered, amit a kimondója leginkább kíván a másiknak. Ennek az lehetett az oka, hogy aki kimondta a szitkot, vagy átkot, az meg volt róla győződve, hogy az illető abban bőségesen részesülni is fog. A 19. század közepére már a trágárság, a káromkodás egyszerűen tabu témává vált, amit az etikett több lehetséges szituációban is erkölcstelen és neveletlen viselkedésnek tartott. Egyedül az egyházi törvények, parancsolatok maradtak érvényben, így a káromkodást, a szitkozódást, átkozódást igyekezték az emberek templomon kívül tartani. Ezt a részletet Móricz Zsigmond jegyezte fel a 20. század elejéről. Hely a Krisztus pofozza fel a büdös németjét, kívánt én velem, törje ki a hoppáré, egye meg a féreg, hűjön rá a bűr, küldött nekem bútort, az Isten istenen elegyik, nyakvas álljon belé, a rossz verje meg. De micsoda bútort, fusson ki a szeme, törjön el a bokája, száradjon le a keze szára, bábunak való bútort, rogyassza rá az Isten az eget, akassza keresztül benne a karót, borítsa gyászba a fekete fenével. Az én 16 forintomért gevedjen meg, szívemből kívánom, törjen ki a nyaka, fusson ki a szeme. Az én drága 16 forintomért fiadzik bele a kutya a lelkibe, az Isten lője fűbe, és a fene essik hasra vele az én 16 forintomért. Ritka gyöngyszem az, amikor egy hivatalos levélbe van belefogalmazva néhány jól megküldött szitkozódás. Tekintetes kultúrmérnöki hivatal Pécsett. Tegnapi postával érkezett 1090/1903 számú hivatalos átiratukra, melyben azt kérdik, hogy a Nagyberki község határában lelt régi sarkantyúval mi történjék. Hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy basszák meg az urak a sarkantyújukat, mert 35 rémúr hőségben ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk. Budapest, 1903. augusztus 11. Teljes tisztelettel lófaszaságükbe. Dr. Réti László, magyar királyi érem és régiségtári igazgatóhelyettes. A magyar nyelven tehát a káromkodás nem véletlen, a sokkal jobban beivódott, beágyazódott a mindennapjainkba. Olyan sokrétűen jelen van még a nyilvánosabb, közszolgálati környezetekben is, amiknek köszönhetően alakultak kellemetlenségek, mint például sportmérkőzéseken, vagy akár az országházban. Gépkocsi, a anyádat. Jaj. Ma már szinte minden pillanatot meg tudunk örökíteni. Mint láthatjátok, ezért is rengeteg ilyen forrásunk maradt fenn, részletezni meg lehetne bőven, hogy mi mit jelentett és miért mondhatták úgy, ahogyan. Hiszen a téma vizsgálható néprajzi, nyelvészeti szempontból is. Ha netán jobban érdekelne nyelvünk ezen mocskosabb része a továbbiakban is, jelesz hozzászólásban.
Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, kövess el Facebookon, Instagramon, TikTokon is, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén, illetve Patreonon, de még szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!